Térzenével indult a városnapi ünnepség Újfehértón, a helyi fúvós egyesület előadása nyitotta a rendezvényt. Újfehértó negyed évszázada kapta vissza városi címét, azóta sokat fejlődött a település annak érdekében, hogy nyugodt és élhető legyen az ott élők számára. Nagyon szeretem Újfehértót, mert hát itt elég sok mindent lehet csinálni, szóval elmehetek uszodába, tudok biciklizni, nem olyan nagy a forgalom, szóval itt nyáron is rengeteg szabadidős programokat tudok csinálni, szóval nagyon szeretek itt élni, és nem költöznék el. Az ünnepségen átadták és felszentelték az 1956-os emlékművet, amelyet a büszkeség pontjának, a szabadság szimbólumának nevezett a település polgármestere. Az elmúlt 25 évben nagymértékben korszerűsödött a város. 92-ben, amikor megkaptuk újból a városi címet, akkori Gönc Árpád köztársasági elnök úrtól, úgy kell elképzelni, hogy még a telefonközpontban a kisasszony dugta a vonalakat. Hát ehhez képest éppen épül a szélessávú internet most Újfehértón. Nagyon-nagyon sok infrastruktúrális beruházásnak kellett megvalósulni ahhoz, hogy igazából a tárgyi feltételeket meg tudjuk biztosítani, és nyilván ezzel párhuzamosan elindult egy olyan közösségi élet a városban, amire én rendkívül büszke vagyok. A városi rangot először 1836-ban kapta meg Újfehértó, akkor még mezővárosként. Azóta az iparosodás felé is nyitott, a beruházások folyamatosak a településen. Egy feltörekvő település. Mára, hála Istennek, az összes olyan infrastruktúra rendelkezésre áll, ami egy Európai Uniós kisváros sajátja. Éppen most kezdődött el a torna centrum, a sportcentrumnak az építése, ami még nagy hiátus volt a városban, hogy őszinte legyek. A Nemzeti Összetartozás kormánya jóvoltából több mint 600 millió forintos költséggel fog megvalósulni. A rendezvényen Újfehértó városért díjat kapott a település szülöttje Takács Mihály, aki jelenleg a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia vezetője. Sportkarrierje a Szabolcs megyei városban kezdődött. Az ünnepség legrangosabb kitüntetését, az Újfehértó város díszpolgára címet egy helyi kereskedelmi cég alapítója, Pap Sándor Dezső kapta. Korábban már kétszer is elnyerte a megyei évvállalkozása díjat, de festőként is maradandót alkotott. Életpályáját ismerték el ezzel a díjjal. Fel se tudom fogni jó formán, hogy egy óriási dolog. Számtalan, hát nem számtalan, de nagyon sok kitüntetést kaptam életem folyamán, különböző díjakat, de hát ez a legnagyobb megtiszteltetés, hogy az a közösség, ahol élek, a nagy család, az elismeri a munkámat. Nem is gondoltam rá, én csak dolgoztam. Nagyon-nagyon meg vagyok lepődve, meg vagyok hatódva. A városnapon Újfehértó régészeti emlékeit is bemutatták. A Szikes kincsei elnevezésű tárlaton a településen és környékén talált leleteket láthatják a látogatók. A kiállítás ideje alatt az újfehértói veretes tarsolyt is megtekinthetik az érdeklődők. Ez azért is fontos nekünk, mert igazából nagyon sok olyan logója van a városunknak már, akár az értéktárnak a logója, akár a helyi termék, amely ennek a mintának az alapján készült el, vagy akár a helytörténeti gyűjteményünknek a logója is ebből építkezett. Ezt a másik értékes leletet most először láthatja a közönség. Ezeket a bronzkori tárgyakat 2003-ban találták a régészek. A tárlat október közepéig látogatható a non-profit közösségi szolgáltatóházban.